Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, ezen az újabb Biblia órán. Most csütörtök este megpróbáljuk közösen tanulmányozni Isten igéjét. Legyetek áldottak, és örülök annak, hogy ilyen formában is most együtt lehetünk. Szeretnék imádkozni ezért az alkalomért, szeretném, ha Istenünk megáldana bennünket, és ez a kis időt oda tudnánk szállni arra, hogy az ő igéje hasson a szívünkre és a lelkünkre. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk neked, és nagyon köszönjük azt, hogy szeretsz bennünket. Nagyon köszönjük ezt a napot, a hetet, azt, hogy körülvettél bennünket a szabadításoddal, a szereteteddel, fölemelsz bennünket, és nyugodtan rád bízhatjuk az egész életünket. Uram, köszönjük, hogy hibázhatunk, és tudunk nem tökéleteseknek lenni. De köszönjük, hogy te tökéletes vagy. És köszönjük, hogy hozzád tartozunk. És így leszünk mi is teljesek és egészek és épek. Kérlek, te kegyelmedet áraszt ki ránk, légy a nehézségben lévőkkel, a szenvedőkkel, vagy éppen a gyászolókkal is. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Szóval, mielőtt Isten igéjét tanulmányoznánk, néhány aktuális dolgot szeretnék megosztani veletek. Először is édesapámról. Szeretném megköszönni a közbenjárásotokat, és azt, hogy komolyan vettétek az imádságot vele kapcsolatban. Olyan hihetetlenül jól látszott ennek az eredménye. Vasárnap hajnalban ijesztett meg bennünket édesapám azzal, hogy befulladt, és azonnal mentőnek el kellett vinni kórházba. És hát felmerült az, hogy lehet, hogy a koronavírussal kapcsolatos az ő állapota, de azóta kiderült, hogy nem, elvégezték a tesztet is. Szívritmus problémája volt, és ezért telt meg a tüdeje is vízzel, vagy ilyen vizenyős lett, és ez okozta a fulladását. Hála Istennek időbe bekerült a kórházba, először oxigént kapott, meg gyógyszereket, rendbe hozták, és elkezdték a vizsgálatokat is. Azóta már katéteres vizsgálata is volt, és egyre jobban van. Telefonon is tudtam már beszélni vele, ha bár neki nincs, de az egyik szobatársának van telefonja, és jól van. Elmondtam, hogy imádkoztunk érte, és talán jövő kedden már haza is jöhet. Ez már csak azért is érdekes, mert szerdán lesz az édesanyámnak a születésnapja, és lehet, hogy születésnapi ajándékként haza jöhet majd. Úgyhogy még egyszer nagyon hálás vagyok értetek, meg mindazokért is, akik így gondoltak ránk, imádkoztak, értünk. Tegnap elbúcsúztattuk Beszjedenszky Mária nénit, és szűk családi körben, illetve a gyülekezetből is többen eljöttek a búcsúztatásra. Örülünk annak, hogy hálát adhattunk az ő életéért. Az életének 95. évében hívta magához az ő megváltója. Egy elég nehéz élete volt Mária néninek, de egész életében hitben élhetett, és így is költözhetett el az Úrhoz. Legközelebb majd vasárnap találkozunk. Három ünnep is lesz ebben. Az egyrészt a feltámadás ünnepe, hiszen minden vasárnap a feltámadás napja. Másrészt úrvacsorai istentiszteletünk lesz, kérlek készüljetek erre. Ez egy különleges lehetőség, hogy az otthonainkban osztjuk ezt meg egymással, úgyhogy nem látjuk egymást. Miközben ez is egy valódi közösség Jézus Krisztussal, egymással is, még inkább vágyhatunk arra, hogy majd valóságosan is, fizikálisan is átélhessük ezt majd. Közben pedig anyák napjai alkalom is lesz. Hát most nem az istentisztelet kereteiben, de szeretnénk majd ezt is megünnepelni. Péter első levele 4. részéből lesz majd az ige, a kitartó, szolgáló szeretetről. Már ma is többen érdeklődtök arra, hogy avval kapcsolatban, hogy mai kormánybejelentések után mikor lesz újból közös istentisztelet. Hát ezt nagyon várjuk, és szeretnénk, ha ez minél hamarabb valósággá válna, de az az igazság, hogy nem tudjuk pontosan, mikor lesz ennek az időpontja. Attól függ, hogy a kormányrendelet majd pontosan mit tartalmaz, most csak a kormány információk vannak fönt. Az első nagy kérdés, hogy mi, mint Szigetszent Miklós járás, Budapesthez fogunk tartozni, vagy sem, ránk érvényesek-e továbbra is a korlátozások, vagy sem. Ezt nem sokára meg fogjuk tudni, reméljük, hogy vasárnapig mindenképp. Az a
vágyunk, hogy minél hamarabb újra indíthassuk akár az istentiszteleteket, amikor jelen lehetünk, de erről most még nem tudunk teljesen pontos információkat, de ha így halad majd a nyitás, az azt jelenti, hogy néhány héten belül ez teljesen valóságos lehet majd. Elkezdődött egy kis sorozat a Facebookon, a reggelenként föl szoktam tenni egy-egy igét, legtöbbször Zsoltárt, nem csak a Zsoltárok könyvéből, egy kis napi felülrölt, néhány kis jó kívánsággal együtt. Amíg lehet, ezt szeretném folytatni is, hiszen ez egy üzenet számomra is, amit Isten ad a szívemben, és szeretném nektek is továbbadni. Láttam, hogy sokan láttátok és figyelitek, Isten áldja meg ebbe benneteket. Illetve még egyszer szeretném azt emlékeztetni mindenkit, hogy a 130. Zsoltárt fogjuk majd vasárnap elmondani. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Így kezdődik ez a Zsoltár. Most pedig akkor vágjunk bele majd a Isten igéjének a tanulmányozásába. Máté evangéliuma 25. részéből olvassuk el majd a 31. verstől a 45. vagy a 46. versig. Ha esetleg valami technikai kis probléma támad, elnézést kérek hozzá, de megpróbálunk mindent jól megoldani. Tehát ez lesz a következő lehetőség. Mindjárt oda is lépünk, majd Máté evangéliuma 25. rész 31. versétől. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltatok, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innad adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony, mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg, és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Imádkozzunk. Atyám, áld meg a te igédet, és add, hogy most, amikor tanulmányozzuk, a te kegyelmed és szeretetet kísérjen bennünket. Amen. Szeretnénk most Isten igéjét tanulmányozni. Most átlépek egy másik bibliatanulmányozós módban, amelyet ti is láttatok. Hát
János Evangélium 10. részénél van most éppen nyitva, de majd átugrunk a Máté Evangélium 25. részére, annak is ugye a 31. versére. És ezt a példázatot, illetve proféciát, hiszen két példázat előzi meg, amelyet az elmúlt hetekben tanulmányoztunk, a 10 szűznek a példázatát, amit vettünk, illetve a tálentumoknak is a példázatát, amit vasárnap próbáltunk tanulmányozni, és szeretnénk is, hogyha ez az ige a szívünkben, lelkünkben megmaradna, és segítségünkre ellenne. Nagyon hasonló a három történet, a három példázat, amelyik, illetve hát példázatot mondok erre is, de ez nem ugyanaz már, hiszen majd észrevesszük, hogy sokkal inkább hasonlít ez a történet egy proféciára. Talán azt is mondjuk, hogy leginkább a Jelenések könyvére, hiszen azt vezeti szinte be ez a profécia az utolsó ítéletről. Nagyon hasonlóan beszél itt Jézus Krisztus, mint ahogyan később majd a Jelenések könyvében is láthatjuk. Nézzünk meg néhány alapvetést ezzel kapcsolatban, amit segítségünkre lehet ennek a proféciának a megértésére. Azt láthatjuk, hogy úgy kezdődik, és itt négy fordítást követhetünk, az új fordítású Bibliánkat, a Károli Bibliát, azért van egyébként a Károlit pirossal jelölve, mert egy olyan fordítást használok, ahol Jézus szavait pirossal jelzik, a katolikus fordítást, illetve az egyszerű fordítást, ami csak az új szövetséget tartalmazza, úgyhogy ha Ószövetséget is olvasunk, ott nem fogjuk látni majd az oszlopban mást. Tehát emberfiáról van szó, illetve ha emlékezzünk, a történetben később az emberfia, mint király jelenik meg, nem véletlenül. Nézzük is meg, hogy miért pont az emberfia, miért pont a király, ez csak tényleg egy példázatszerű profécia, vagy ennél sokkal többet is jelent. Ehhez természetesen meg kell néznünk azt, hogy a Bibliában mindez hogyan található, hogyan fordul elő. Nézzük is meg az Ószövetségből, Dániel könyvének a 7. részéből a 13. és 14. verset. Mindjárt odalapozunk. Ahol Dániel egy proféciában mondja el azt, amit számunkra már Jézus Krisztusban beteljesült. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, az emberfiához hasonló volt. Az emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá, és nézzük meg a profécia folytatását, hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Miközben ezt olvassuk, egyből számunkra Jézus Krisztusnak a dicsősége kerül elénk, nem véletlenül, hiszen róla szól teljes mértékben ezt, és maga Jézus Krisztus önmagáról is többször így beszél, mint emberfia. De hogy ez mennyire nem csak egy ószövetségi profécia, nem csak Dániel beszél erről, leginkább a Jelenések könyvében tudunk ennek utána nézni, megint mondtam, nem véletlenül, hiszen ez a történet is, amit Jézus Krisztus elmondott a Máté Evangélium 25. részében, magát a Jelenések könyvét készít elő, ez is maga egy profécia. Tehát nézzük is meg, a Jelenések könyve első rész 13. versében már találkozunk ezzel a képpel, maga Jézus Krisztus mondja el, amikor a gyertyatartókról beszél, a gyülekezetekről, mielőtt a leveleit leírná a Jelenések könyve a gyülekezet felé. Tehát a 13. vers,
és a gyertyatartók között az ember fiához hasonlót láttam, hosszú palásba volt öltözve, mellény arany övvel körülövezve. Ő volt az, aki a gyertyatartók között jár, és aki üzeneteket is küldött a gyülekezeteknek. Itt még nem említi külön a királyi méltóságát, de később szintén a Jelenések könyvének a 14. részében beszél erről is, a Jelenések 14.14-ben, és itt olvassuk, mindjárt följebb megyünk, és láttam, íme egy fehér felhő, és a felhőn ült valaki, az ember fiához hasonló, a fején aranykorona volt, a kezében pedig éles sarló. Tehát ha egymás mellé teszik Dániel proféciáját az ember fiáról, aki örökké király lesz, aztán a Jelenések könyvét, ami már egy betekintést enged a mennybe, és mennyei üzenetet tartalmaz, egy ilyen proféciát, ott is meglátjuk az emberfiát, aki a gyülekezetek ura, teljhatalmú ura, akinek van hatalma arra, hogy megdicsérjen valakit, vagy éppen kimozdítson a helyéről, és most pedig a Jelenések könyve 14. részében azt látjuk, hogy ő az, aki a kezében éles sarló van, ez maga az aratás, maga az ítéletnek is a képe, de akin királyi hatalom is adatott. Hát a nagy kérdés az, ha most vissza lapozunk Máté Evangélium 25. részéhez, még nekem is tanulgatnom kell, hogy hogy lesz, tehát a 25. rész 31. versében. Ez a történet legtöbb bibliafordításban úgy szerepel, mint az utolsó ítéletnek a története. Vajon miért? Hiszen magában a proféciában, Jézus szavaiban nincs ez benne így, ilyen kifejezéssel, hogy az utolsó ítélet. És egyáltalán a Bibliában sem találjuk pont ugyanezt a kifejezést, de azért csak nem véletlenül használjuk ezt a történetre, vagy akár máskor is, hogy az utolsó ítélet. Nézzünk ennek egy picit utána. Ha ebben a történetben is megnézzük a 46. verset, ellapozunk a rész végéig, azt írjuk, hogy és ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Tehát valami olyan eseményt látunk ebben a proféciában, ami nagyon a végén lehet, hiszen ezután örök büntetés vagy örök élet következik, nem folytatása valami még ezután egy újabb ítélet, hanem ez valami egy végleges döntési helyzet. Nézzük is ezt meg, hogy hogyan utal máshol erre, ezzel kapcsolatban a Biblia. Egy helyen beszél egyébként, még ha nem is az utolsó ítéletről, de azzal kapcsolatban János evangéliumának a 12. rész 48. verse, ében Jézus utal erre a pillanatra, most nem egy ilyen proféciában, hanem arra is, hogy mi az alapja ennek az ítéletnek. Figyeljük csak! 48. vers, Máté, vagy János evangélium 12. rész 48. verséből. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon. Itt szó van az ítéletről, illetve az utolsó napról. Ha meg utolsó nap, akkor valószínűleg az ítéletek közül sem lehet valami középső, hanem csak a legvégső, a legutolsó. Tehát itt beszél arról, hogy maga az Isten szava, az Isten igéje lesz az alapja teljes mértékben ennek az ítéletnek. Figyeljük, aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet. Vagyis nem veszi komolyan azt, amit én mondtam. Azt mondja, hogy ez fogja elítélni. Ez lesz a következménye. És most nézzünk akkor konkrétan erre az ítéletre, hiszen a Jelenések könyvének a 20. része szinte végig erről beszél,
vagy hát ha nem is az egész 20. rész, de láthatjuk benne ezt a történetet. Egészen a 10. részi, 10. versig visszalapozunk a jelenések könyvének a 20. részéből, főleg azért, mert a Máté 25 beli proféciája Jézus Krisztusnak nagyon utal ezekre a képekre. Vagy legalábbis előzménye, hiszen nem utalhat, még jóval később született meg a jelenések könyve, mint amikor Jézus elmondta ezt a proféciáját. Tehát a 10. verstől nézzük meg, így szól. Az ördög pedig, aki megtévesztette őket, mármint a világot, a tüzes és kénes tóba vettetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön örökké. Majd visszagondolunk erre az igevers, amikor Jézus az ítéletet mondja ki, hogy az ördögnek és az angyalainak készített helyre. Tehát először az ördög ítéltetik meg. Még nem jött el az utolsó ítélet, de előtte az ördögre, a kísértőre, a sátánra ki lesz mondva Istennek az ítélet, azt mondja, hogy örökkön örökké. Tehát ez nem egy átmeneti állapot, hanem egy végleges állapot. És most jön, ami az jelenések könyvében, ennek a 20. részében szintén, nálam a feliratok nincsenek meg, utolsó ítéletként jelenik meg, és azt mondja, és láttam egy nagy fehér trónust, rajta ülőt, szín elő, eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. Trónust, rajta ülőt, a királyt, aki ítélhet. És láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitattak meg. Összegyűjt minden népet. Emlékszünk, vagy emlékezhetünk a most fölolvasott Máté Evangélium a 25. részéből való proféciának. És még egy könyv nyitatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyve írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadta a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál, mert volt egy első halál, a jelenések könyve beszél erről, ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, az a tűztavába vettetek. Ezt jelzik, mint utolsó ítéletként, hiszen azt mondja, hogy belevettetett abba arra az örök ítéletre, ahol már nincs visszaút lehetőség. Itt természetesen, mint magának a példá, felolvasott proféciánkkal kapcsolatban, nagy kérdés ez a cselekedetek, illetve a hitnek a kapcsolata is, hogy most akkor cselekedeteink szerint, vagy a hitünk szerint lesz az ítéletünk. Emlékezzünk vissza még egyszer arra, amit Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban említett, János evangéliumában, a 12. 48, aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet. Vagyis aki nem azok szerint él, nem azok szerint cselekszik, annak van itt élő viára az ige, amelyet szóltam. Az ítéli előtt az utolsó napon. Az elvet engem. Nagyon fontos, hiszen az életünk, és itt az utolsó napon való ítélet, az, hogy az életkönyvében valakinek a neve bent van-e, akkor ettől függ, aki elvet engem. Ez az ő hitbeli cselekedete. Hitbeli cselekedetünk. Elfogadtam-e Jézus Krisztust? Elfogadtam-e segítőmnek, megváltómnak? Elfogadtam-e azt, hogy ő megtisztított a bűneimtől? Sőt, én kértem azt, mert rájöttem, hogy az életem mennyire gonosz és rossz is tud lenni, mint ahogyan a világ naponta mutatja ezt, hogy az emberi gonoszság mennyire aljas még ma is, és semmit nem változtat ezen a kulturális fejlődés, vagy a technikai növekedés. Ugyanolyan romlottak tudunk lenni, ugyanúgy tudjuk a másik ember bántani, kínozni, ölni tudunk, pontosan ugyanúgy, mint évezredekkel ezelőtt, ezért van nekünk is ugyanúgy szükségünk Jézus Krisztusra. Tehát aki elfogadja Jézus Krisztust, az kerülhet be az élet könyvében értelemszerűen, ez az ő tette, cselekedete, illetve hát a hitemet az ige szerint követni fogja a tette.
tettem, a tetteim. Ez teti élővé a hitemet, mindahogyan van a testem, és van a lelkem, az életem, amely teljesíteszi ezt. A kettő együtt munkálkodik, Jakab beszél erről, nehogy véletlenül becsapjuk magunkat. És akkor még egy dolog, visszatérve Máté evangéliumának a 25. részéhez, a példázatunkhoz. Úgy beszél ez a profécia, mint egy királyról, de közben egy képet használ, a juhok és a kecskéknek a szétválasztását. Elé összegyűjtenek eléje minden népet, a király elé, az emberfia elé, akiről láttuk egyértelműen Isten igéje szerint, hogy maga Jézus Krisztus a győztes úr, aki győzött a Golgotán, az alázatával, a szeretetével, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, hogy a szeretetnek a diadalát és a hatalmát hozza el számunkra is, hogy bele tudjunk kapaszkodni, hogy ő legyen a mi reménységünk. Szóval minden népet elé gyűjtenek. A minden nép nem csak így felsorolást jelent, hanem ebben benne vannak a zsidók, nem zsidók, ez már egy összesítés volt, keresztények, nem keresztények, mindenki. Láthatjuk, vagy emlékezzünk vissza a Jelenések könyve 20. részébe, amikor azt olvashattuk, hogy mindenki oda lesz elé gyűjtve majd az utolsó ítéletkor. Próbálom megtalálni, igen, itt van. Még egyszer visszamegyünk. Láttam, hogy a halottak nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak. Mindenki, aki mindennek ki kellett adni a halottakat, senki sem maradhatott ítélet nélkül, mindegyikünknek meg kell jelennie. Szóval, mint ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Itt egy példát használ a profécia közben Jézus Krisztus, a pásztornak a feladatát. Tőlünk ez kicsit már távol áll, hiszen mi magunk sem pásztorkodunk annyit, illetve nem a közel-keleten élünk, hogy közelebb kerüljön hozzánk ez. Habár ma is van olyan, hogy valakinek vannak kecské és juhai, nem olyan régen az előjárókkal lent jártunk Bodrogon, és a lányoméknak a kis területén van egy tavuk és egy kis területük, járhattunk. És hát nekik vannak juhai és kecskéik is, és láthatjuk éppen, mert olyan időszakban voltunk, amikor megszülettek a kis juhok is, és ott voltak már a többiekkel együtt, kecskék és juhok is, ott együtt legeltek teljesen. A közel-keleten azt a képet használja Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban, hogy a juhok és a kecskék egész nap együtt legeltek. Ugyanazon a legelőn, ugyanott ehettek, ugyanazt a vizet itták, minden ugyanaz történt velük napközben, de este szétválogatták őket, vagy időnként, amikor szükség volt rá, amikor az kellett, hogy a juhok máshol éjszakázzanak, mint a kecskék. Ezért volt egy ilyen szétválasztás. Nem volt ez különösen probléma a pásztor számára, de ez a kép szinte mindenki számára egyértelmű kép volt, ezért használja Jézus Krisztus, hogy van ilyen szétválasztás. Ráadásul nagyon egyértelmű az, hogy ki tartozik a juhokhoz, és ki tartozik a kecskékhez. Nem kellett ezen nagyon megmagyarázni. Az sem véletlen, hogy Jézus ezt a képet használja, hiszen sokszor beszél arról, többször említi azt, hogy az övéi olyanok, mint a juhok. Hát nézzük meg talán a legismertebbet ebből, János evangéliumából, a 10. rész 11. versét, ami úgy szól, hogy én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Hát ő az mi pásztorunk, mi pedig az ő legelőjének a nyája, vagyis a juhai lehetünk. Persze ez egy kép, de jó kép arra, amit előtte is használ, hogy az ő bárányai, az ő juhai ismerik őt, ismerik a hangját és követik őt. Ez is nagyon fontos ebben a képben, hogy a nyájban a juhoknak ez egy természetes dolog volt, hogy követték a pásztoruknak a hangját, és csak nekik engedelmeskedtek, máshoz nem mentek, vagy mással együtt így
nem voltak. Menjünk tovább akkor, tehát ezért használja Jézus Krisztus is, nem véletlen, tehát hogy ez így lehetséges. És aztán elkezdődik a kép, az ítélet, a jókat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Ez a szétválasztás. Emlékszünk mind a 10 szűz példázatában, mint akár a talentumok példázatában, hasonlóan itt is, két külön csoportról beszél mindig az ige. És a kettő között nincs átmenet, ahogy vasárnap is szó volt róla. Nincs olyan az egyik félig kecske, félig jó, és akkor el kell dönteni, hogy hova tartozom, vagy van két csoport, de van egy harmadik is, aki valahol a kettő között van. Tehát nincs kettő között. Ez nagyon fontos mind a három példázatnak, illetve ennek a proféciának is az üzenetében, hogy ez egy valódi különválasztás. Ráadásul láthattuk azt, hogy ő a király, Jézus Krisztus, neki van hozzá ismerete, tudása, hatalma és joga is arra, hogy különválasztan, és pontosan tudja, hogy hol van az elválasztó különbség. Most hát itt természetes a képben, hogy juhok és kecskék, de később látjuk azt, hogy mi a szétválasztó lehetőség. Ki az, aki hallgatott a pásztorra, ki az, aki az ő igéjét komolyan vette, és ki az, aki ezt félretette, elásta, nem törődött vele, akinek a korsójába nem volt szeretet olaj, nem volt öröm olaj, nem volt a Szentlélek munkája, nem szánta oda magát arra, hogy kereskedjen azzal, amilyen volt, vagyis, hogy mindazt, amit Istentől kapott, tényleg itt a földi életben valóságosan befektesse, áldást hozzon. Itt most ezt látjuk konkrétan. Ez a három történet Máté Evangélium 25. részében szépen egymásra épül, és itt most már nagyon hétköznapi dolgokat hallunk, látunk abban kapcsolatban, hogy mi is a különbségtételnek az alapja. És akkor nézzük is meg, és figyeljünk még a részletekre is. Azt mondja, hogy jöjjetek. Ez már ismerős. Az, amikor a pásztor ezt mondja, hogy jöjjetek, illetve most a király mondja ezt, hiszen itt személyesen fogják hallani azok, akik az ítéletkor ott lesznek. Viszont most hogyan halljuk ezt a hívást? Úgyhogy olvashatjuk Isten igéjét. Máté evangéliumának a 11. részében, a 28. versben olvassuk, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Tehát az, hogy jöjjetek, atyám áldottai, elhangzik most Isten igébe. Jöjjetek én hozzám mindannyian. Ugyanaz a személy, Jézus Krisztus, a mi Urunk mondja, csak még nem az ítéletben élünk benne, még nem azon a napon vagyunk, nem az utolsó napon, hanem most a mai napon. Most mondja nekünk, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian. Akik ezt komolyan veszik, komolyan vesszük, és elmondja, hogy miért. Mert az életben van megfáradás, megterheltség, leterheltség, el fogtok fáradni. Nem azt mondja, hogy hú, de nagy probléma történt veletek, hogy nem vagytok elég erősek, hanem azt mondja, hogy hát ezért jöttem, hogy hozzám tudjatok jönni a próbáitok között, a leterheltségeitekben, és elmondja, hogy mi a folytatás, szolgáljatok nekem. Vegyétek föl az én igámat, és tanuljátok meg tőlem. Nem tudok Jézustól tanulni semmit, ha nem veszem föl az igát. Ha nem kezdek el szolgálni, csak a szolgálat közben tanulhatom meg azt, hogy Isten hangját hogyan tudom egyre tisztában hallani, hogyan tudok tényleg a Szentlélek vezetésében élni, tanuljátok meg tőlem, szelíd vagyok és alázatos szívű. Vagyis, hogy Jézus tanítványa leszek. Nem a tudásom fog gyarapodni, figyeljük, szóval, hogy tanuljátok meg tőlem nem valami lexikális ismeretet, hanem a szelídséget és az alázatot. Szelídség és alázat. Minden dolog, amit az
utolsó ítélet példázatában van szó, szelídségről és egyébként alázatról beszél, és azt mondja, hogy ez az iga, ez a szolgálat boldogító és könnyű lehet. Emlékezzünk a talentumoknak a példájára, példázatára, ahol akik 5 vagy 2 talentumot kaptak, ezzel az örömmel tudtak egész életükben szolgálni. Visszatérve majd a Máté evangéliumához, akkor látjuk azt, hogy Jézus a király, az ember fia, milyen példákat hoz föl ezek után azoknak, akik a jobb kezé felől állnak. Szóval, jöjjetek atyám áldottai, így kezdi, elnézést, hogy most itt lapozgattam kell. Jöjjetek atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Itt megint figyeljünk meg egy nagyon fontos kifejezést, örököljétek. És minden fordításban hasonló örököljétek, itt a katolikus hogy vegyétek birtokba, akár egyik, akár másik, látsz, örökölni csak akkor tudunk, hogyha a családba tartozunk. Birtokba akkor tudjuk venni, hogyha valóban a miénk lehet. Itt eszünkbe juthat az, hogy nem véletlenül mondja a király a jobb keze állóknak, hogy örököljétek. Nagyon az, hogy mert ez a tiétek. Ez nektek készített el. Birtokba vehetitek azt, ami eddig is a tiétek volt, de még nem jött el az idő. Az örökség ezért jó kép. Hiszen az, ami örökségül egyszer kapunk, előtte már valamiképpen a miénk volt, meg volt ígérve az, hogy a miénk lehet, majd jogilag hozzánk tartozott, de mivel még akár élnek a szüleink, értelemszerűen még nem örökölhetünk. El kell jönni ennek a pillanatnak, amikor az örökséget kiadják számunkra. Emlékezzünk vissza, ezért volt olyan nagyon nagy tiszteletlenség a tékozló fiútól az, hogy elkérte akkor az örökségét, amikor még az atya élt. De itt eljött az a pillanat, amikor megkapják azt, ami nekik jár a családjuk miatt. És hát itt lehet lényegre, hogy hol van egyáltalán itt a ebben az egész történetben a megtérés, hiszen nincs szó róla. Dehogy is nem, mindegyikben jöjjetek, atyám áldottai. Emlékezzünk, jöjjetek én hozzám mindannyian. Akik megtértek hozzám, azok tudnak hallgatni az én szavamra, a pásztor szavára. Örököljétek. Ki örököllet? Az, aki bekerült Isten családjába. Aki befogadta Jézus Krisztust, aki megtért hozzá. Erről beszél Isten igéje. És még oda is a világ kezdete óta számotokra elkészített. Jézus Krisztusban, aki nézve teremtetett az egész világ, ez már megígért dolog. Jézus Krisztusban. Akié a fiú, azé az élet, azé ez az örökség is, ezért kezd így. És akkor a gyakorlati élet, ami a mindennapjainkban van. Éheztem, és ennem adtatok. Tehát szükségben voltam, és reagáltatok rá. Ezt szomjaztam, és innen adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Olyan egyszerű és mindennapos dolgok, amik ma is valóságosak az életünkben, vagy valóságosak lehetnek az életünkben. Ma is vannak körülöttünk, akik szükségben szenvednek, akár fizikai, mert itt éheztem, ennem adtatok, szomjaztam, innom adtatok, vagy jövevény voltam. Tehát olyan, ami akár a saját hibájából, akár mások miatt történik az életünkben, mégis azt mondja, hogy készek voltatok szeretetből segíteni. Akárhányszor rákérdeztek Jézus Krisztusra, vagy akár a saját élete ezt mutatja, erről a szeretetről beszélt. Itt az a nagy különbség, ami a 10 szűz példázatában és az olajjal kapcsolatban, hogy valakinek a szeretet úra az életében, vagy sem. Azt láthattuk, hogy az hozza fel példaként a király, hogy az övéinek az életében a szeretet az úr. Ez amiről
meglátszik azt, hogy hozzá tartoztak. Hiszen a juhok lehet, hogy a kecskékkel együtt legeltek, de akkor is juhok voltak. Akkor is a pásztor hangjára figyelhettek, akkor is a pásztor nyájához tartoztak. Ugyanúgy, ahogy mostani életben. Itt élünk mindenkivel együtt, de ami különbségtétel, hogy a szeretet úr az életünkben vagy sem. Ha a jelenések könyvére vissza gondolunk, és nem olyan régen említettük ezt, amikor Jézus üzen, hogy emlékezzél vissza, hogy honnan estél ki, hogy elhagytad az első szeretetet. Hogy ennek a jelenléte az életünkben kulcsfontosságú. És hát a szeretet miről szól? Arról, hogy szeretem a fele barátomat, mint önmagamat. Ez a fele barát kérdés, ez egy kicsit nehéz, hiszen szó szerint ki a fele barátom. Amikor Jézustól ezt megkérdezik, az irgalmas samaritánus példázatát mondja el. A fele barát szó szerint az a mellettem levő, akire az én szeretetemet gyakorlatban ki tudom fejezni. Ez elsősorban a családom is természetesen, de mindaz, akivel találkozhatok, és szükséget szenved. Nem tudjuk az egész világ problémáját megoldani. Egyszerűen amennyit mi kaptunk szeretetet az Istentől, azt tudjuk továbbadni. Az a kérdés, hogy azt a kincset, azt a talentumot, amit te kaptál, azt befekteted ebbe? Kész vagy-e, ha kell az éhezőnek enni adni, a szomjazónak inni adni? És ez fizikailag és lelkileg is érthető minden tekintetben. Kész vagy-e megnyitni a szívedet egyrészt mások előtt, nem bezárni, és kész vagy-e arra, hogy befogadjál másokat? Tehát, hogy kiszélesítsd akár a családodat is, abban, hogy kikről tudsz te gondoskodni. Megint csak annyival tudsz, amennyit kaptál. Ha 5 talentum, akkor 5, ha 2, akkor 2, de ezeket használni. Azt mondja a király, a jobb keze felől állott, hogy ti ezt használtátok. Minden tekintetben. Az érdekes az, ahogy reagálnak rá azok, akiket megszólított Jézus Krisztus, mert hát a legutolsó rész, hogy börtönben voltam, és eljöttetek hozzám, ez talán igazán zavaró lehetett, hiszen látszik a válaszukból, hogy ez a szívükből jött. Nem azért tették, hogy külön ezért dicséretet kapjanak, hanem azért, mert ez volt az életük. Ez volt a legtermészetesebb dolguk. Úgy gondolták, hogy ezt kell tenniük. Van egy ilyen ige is, hogy haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak annyit tettünk, amennyi a dolgunk. Úgy érezték azok, akiket most a király megszólított, hogy hát ez volt az életük, ezt élveztük, ebben volt gyönyörűségünk, hogy másoknak nem is értjük, hogy hol lehetett, hiszen nem láttunk téged. Jézust nem látták. Mégis megtették. És hát nem így vagyunk mi is. Nem látjuk Jézust a szenvedőben, a nehézségben lévőben. Mert ha látnánk, akkor biztos megtennénk. De Jézus ott van. Hiszen ha nekem van mit adnom, segítenem, akkor azt pont azért kaptam, hogy befektessem. Ez nem olyan szempontból üzlet, hogy majd visszaadja. Gondoljunk még egyszer a samaritánus példázatára. Ott ráköltött időt is, meg pénzt is arra az összevert emberre, egy samáriai, és nem azért, mert majd később várt a kamatostól vissza. Az igazi szeretet az kész adni, befektetni. Azért, mert Krisztustól kapott. Amikor a saját szeretetünket adjuk valahova, akkor elvárjuk, hogy viszonzást kapjunk. És ezért nem is szeretnénk olyan helyre befektetni, ami úgy tűnik, hogy nem hozza meg az eredményt. Inkább akkor nem foglalkozunk avval a területtel, azt elássuk, és inkább csak a saját dolgainkkal foglalkozunk. Nem foglalkozunk az Isten kincseivel, hanem csak a sajátunkkal, hogy mindig legyen haszna. Az igazi hit azt jelenti, az igazi tanítványság, amikor kész vagyok azzal a szeretettel, amivel Isten szeretett engem, amivel a király, az emberfia szeretett engem, befektetni az életbe. Befektetni a mindennapokba. És hát ott éhező emberek vannak, vagy éppen szükségben szenvedők, olyanok, akik talán éppen tőlem tudnának megkapni. Azért, mert az én szomszédaim,
az én környezetemben vannak, és Isten rajtam keresztül szeretné őket megáldani. Szóval ott lesz meglepetés, hiszen azt mondják, hogy nem láttunk téged. A király azt felel nekik, bizony mondom néktek, amikor megtettétek akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Tehát figyeljünk, itt azt mondja, hogy nem számított az, hogy kicsi vagy naggyal tettétek meg, nem a nagyság számít, nem azt, hogy mekkorát tettetek. Bármikor, amikor ebből a szeretetből végeztétek mindezt, ezt tettétek, a hitetek által éltetek, azért, mert hozzám tartoztok, azt mondja, velem tettétek meg. Nem kell ezt külön megmagyarázni, így tud Isten szeretete működni az életünkben. És akkor a szomorú oldal következik, a bal kezel álló. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és az angyalának készített örök tűzre. Most talán visszaemlékezhetünk János jelenések könyvének 20. rész 10. versére. Mindjárt meg is nézzük, hogy jelenések 20. rész 10. vers, amikor az ördögről van szó, aki megtévesztett bennünket, tűzes és kénkőkbe vettetett, ahol a fenevad és a próféta is van, és gyötörnek éjjel-nappal örökkön, örökké. És hát a Máté evangélium a 25. része pedig pont arról szól, hogy a balkeze állók felől ördögnek és az angyalainak készített örök tűzre. Nem embernek készített ez az örök ítélet, hanem az ördögnek és az angyalainak. Később a jelenések könyvében is látjuk. Isten nem ezt tervezte, hogy egyetlen ember is elvesszen, hiszen bennünket azért teremtett, hogy megismerjük őt, az ő szeretetét, és ezt a szeretetet élvezzük. Sajnos tudunk, és megadta Isten ezt a lehetőséget, hiszen a saját képére teremtetett, hogy dönthessünk. Ez a döntésünknek egy következménye lehet az, hogy nem veszem komolyan Isten szavát, Isten igéjét, nem fogadom be Jézus Krisztus, hanem inkább élem a saját életemet. Vagyis inkább élek a gonosznak az uralma alatt. Erre azt mondhatjuk, hogy hát miért élne valaki a gonosz uralma alatt, hanem Jézus Krisztus uralma alatt él. Azért, mert ennek a világnak a mozgató erői között a gonoszság van. Ma is. Körülbe kell nézni. Hiszen nem a pénz, a kapzsiság mozgatja az emberiséget, az embereket. Nem a gazdagok, akik másokat tényleg megpróbálnak minél jobban kihasználni, uralkodnak és hozzák meg a szabályokat, és próbálnak bennünket becsapni. Dehogy is nem. Lehet ezt szépíteni, lehet ezt másképp mondani, de a valóság mégis ez. Leginkább természetesen a háborúkban derül ez ki, hogy mennyire így van ez, hogy a vezetőknek a kénye kedve emberek millióinak a szenvedését okozza. Ennyire gonoszak tudunk lenni, és sokan még örömmel követik a vezéreket is, ilyen szörnyűséges dolgokba is. Na, ilyen romlottak vagyunk. Ezzel ellentétben van Isten akarata azt, hogy az ő szeretetét ismerjük meg. Aki nem ezt készítette, hanem a velő való igazi és teljes kapcsolatot. Olyat, amelyet örökségként megnyerhetnek mindazok, akik Jézus Krisztus által ki tudnak szabadulni az ördögnek a fogságából. Hiszen a Biblia arról beszél, hogy Jézus Krisztus a kereszt halálával kivásárolt bennünket az ördög hatalmából, és ha elfogadjuk ezt, az áldozatot, ezt a segítséget, akkor már soha nem hangzik el felénk, hogy menjetek előttem, átkozottak az ördögnek és az angyalnak készített örök tűzre. Azok kerülnek oda, akik az ördöghöz tartoztak, vagy neki engedelmeskednek, az ő fennhatóság alá tartoznak. Ezért olyan gonosz az ördög, ezért próbál minél inkább becsapni bennünket, mert tudja azt, hogy Jézus Krisztusban életet nyerhetünk. És ez az, amihez érdemes mindenképp ragaszkodnunk, a szeretethez. És ugyanezt mondja el, hogy a mindennapi életben derül ki az, hogy a hitünk tényleg valódi-e, tényleg Jézus Krisztushoz köthető-e, tényleg Isten szeretetében élhetünk el, vagy pontosan látszik az, hogy ugyanolyan önző, gonoszak vagyunk, mint bárki más,
és nem jött át Isten szeretete az életünkből, a hitünk, az, hogy megkegyelmezett nekünk az Úr, mi is megkegyelmezünk másoknak. És ez éles különbséget tesz. Vagy világítunk Isten szeretetéről, vagy a saját szeretetünkről. Mert azt mondja, hogy nem törődtetek azokkal, akik ott vannak mellettetek, és szükséget szenvednek, semmilyen szinten nem segítettétek őket. És akkor ugyanúgy meglepődnek majd, hogy Uram, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, mezítelenen vagy börtönben, és a válasz ugyanúgy azzal kapcsolatos, amit Jézus Krisztus elmond, hogyha egyen nem tettétek meg, a legkisebb ezek közül velem nem tettétek meg. Vagyis az az igazság, hogy nem így éltetek, még a legkisebbel sem tettétek meg. Nem foglalkoztatok sem kicsinek, sem nagynak valódi szükségeivel. Amikor mégiscsak valamit segítettetek, azt csak azért tettétek, hogy titeket tudjanak dicsérni. A valódi szükséggel nem foglalkoztatok, csak azzal, hogy nektek milyen hasznotok legyen belőle. Jézus erről beszél, hogy a ti jó cselekedeteitek ne olyanok legyenek, hogy mások azt dicsérhessék, hanem pontosan, világosan elmondja a különbségtételt, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok, hogy amikor az emberek látják a cselekedeteiteket, az Isten dicsőítsék. Vagyis azt, hogy mennyi mindent kaptunk az Istentől. Szeretetet, kegyelmet, békességet. Mi a kegyelem gyermekei vagyunk. Mi Isten szeretetének a gyermekei vagyunk. Mi így majd Isten jelenlétének, a Szentlélek vezetésében élők vagyunk. Rajtunk keresztül szeretné Isten ezt megmutatni. Azt mondja Jézus, hogy arról fogja megismerni a világ, hogy az enyém vagytok, hozzám tartoztok, hogyha szeretitek egymást, hogy a szeretet ott él bennünk. És ez ebben a példázatban nagyon erősen elénk kerül. És ezek elmennek az örök büntetése, az igazak pedig az örök életre. Mit mondtunk? A példázatok, a proféciák azért szólnak, hogy az életünkben legyen lehetőség változtatni. Ha most szólít meg Isten, hogy le kéne tennem az életemet, az önző életemet, és át kéne adni magam teljesen, hogy Jézus Krisztus legyen az én pásztorom. Ő legyen az, akire már most hallgatok, akinek meghallom hajángában, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Hogy majd akkor is ez hangozzon el számom, hogy jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek. Most ez egy befektetés. Az időnket, energiánkat elpazaroljuk. Igazából ez csak földi szemből elpazarlás másokra. Nehézségben szenvedőkre. És az időnket, energiánkat, pénzünket befektetjük valami olyanra, ami nem hoz közvetlen hasznot. De kiderül, hogy ez az, ami Isten szeretetéről szól. Mert Isten ugyanezt teszi. Azt kell hagynod, hogy Isten lelke vezessen. Hogy az az indulat, az az élet, ami Jézus Krisztusban megvolt, az bennünk is meglegyen. Hiszen ez az azt jelenti, hogy hozzátartozunk az ő nyájához. Tehát a jókor közül. Melyik oldalon állsz? Most még eldöntheted. Most ez a te döntésed. Akkor az ítélő bíró Jézus Krisztus fog majd ítélni. A könyv alapján, hogy be van-e írva az élet könyvébe a neved. Most még dönthetsz róla. És most még elkötelezheted magad arra, hogy Jézus Krisztusnak a szeretetében éljél, és ez látható legyen az életedben. Adja meg az Úr, hogy ez a proféciája Jézus Krisztusnak, ami még egyszer nagyon világos bevezetése a mennyei proféciáknak, a jelenések könyvének is, segítsen ebbe bennünket, hogy őt tiszta szívből és teljes áldással kövessük majd. Hát most ennyi fért bele, hiszen az időnk eléggé letelt, és legyen most ez a végén egy kis lehetőség arra, hogy újból imádkozunk. Előtte elmondom még egyszer azt, hogy édesapám jól van, köszönöm a közbenjárást, reméljük, hogy nem sokára hazaérkezhet a kórházból. Beszedenszki Mária nénit elbúcsúztattuk. Vasárnapra hívlak benneteket, úrvacsorai alkalommal, Isten tiszteletre, ami egyrészt anyák napja is, Péter első leveleiből fogunk Isten igét olvasni, másrészt úrvacsorai alkalom, készüljetek otthon, hogy együtt úrvacsorázzunk.
Lehetséges, hogy néhány héten belül, még nem tudjuk pontosan, de vasárnap talán többet tudok erről mondani, lesznek már újból közös istentiszteletek, legalábbis olyanok, amikre megnyitjuk az ajtókat, és akinek szabad lehet, az eljöhet majd, még ha korlátozva is. És kövessétek továbbra is a napi felűrölt, illetve a 130. Zsoltár tanulására hívlak benneteket. Most pedig imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy vagy nekünk. Olyan szeretsz bennünket, és köszönjük azt, hogy a te ígédet most a tanulmányozhattuk így a számítógépen keresztül is. Kérlek, áld meg bennünket, és add, hogy a te kegyelmed, szereteted mindvégig elkísérjen bennünket. Látható legyen a cselekedeteinkben a te jelenléted, a te szereteted, az az olaj, amely világíthat. És köszönöm, Uram, hogy most van lehetőségünk a jók közé kerülni, a te csapatodba, a te bárányait közé, hiszen te vagy a jó pásztor. Köszönjük, hogy ma is meghívtál erre bennünket, és add, hogy mindazok, akik halljuk a hangodat, téged tudjunk dicsérni. Áldott legyél ezért, és kísért testvéremet, barátaimat az életükbe az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Legyetek áldottak, Isten áldjon meg benneteket most, és kívánom azt, hogy az ő szeretete legyen, maradjon továbbra is veletek. Amen.